Pásztói Magyar Szentek katolikus óvoda. Helyi iroda és AU műhely. A helyi iroda, azaz Szacsvai Gerge és az AU műhely, vagyis Szederkényi Lukács és Gici Dénes Emil, egy pásztói katolikus óvoda energetikai felújítására és átalakítására kaptak megbízást, melynek során igyekeztek minél több eredeti alapanyagot újrahasznosítani. Az elkészült épületet most Szacsvai Gergely mutatja be. Jó estét kívánok! Egy katalán pásztortól hallottam a következő nagy igazságot. Fontosak a helyi értékek. A pásztói óvoda felújításnál ez több szempontból is igaz volt. Már a megbízás legelején a tervezési programból is világosan látszott a lényeg, egy új foglalkoztató kialakítása. Vagyis egyre több gyereket szeretnének ide iratni a szülők, vagyis az itt dolgozók jó munkát végeznek. A megbízatásunk a meglévő, elalakú épületnek a hátsó, oldalhatára tapadó szárnyáról szólt, ennek is felújításáról és átalakításáról. Ebben a szárnyban kellett kialakítanunk ezt az új foglalkoztatót, illetve egy olyan közlekedőt, egy olyan fűtött közlekedőt, ahonnan ebben a hátsó szárnyban az összes funkció elérhetővé válik. A tervet több dolog mellett egy kötöttség, illetve egy szép kép inspirálták. A kötöttség, hogy a hátsó kertben újonnan nem épülhetett volna semmi. Így mi végül úgy döntöttünk, hogy inkább megtartjuk az épület, a meglévő épület kontúrján belül ezen a keskeny szakaszon az épület tömeget. Itt alakítottuk ki az új foglalkoztatónak a terét. A szép kép pedig az eredeti épületnek az elképzelt, illetve a felmérések alapján valószínűsíthető tornácos karaktere. Ez a tornácos karakter persze az átépítések során beüvegeződött, befalazódott, a téglapilléreket kicserélték ezekre a fapillérekre, de eredetileg egy nagyon tiszta tornás szerkezet lehetett. És tulajdonképpen innen inspirálódott elsősorban ez az új homlokzat, a közlekedőnek ez az üvegezett fapilléres homlokzata, ami egy újrafogalmazott tornác. És így már szinte meg is született a terv, már csak tetőt kellett rárakni, a meglévő tetőhajlás szöggel megegyező módon. A többi apró részlet is fontos az épület karakterében, de ezekhez az alapmozdulatokhoz képest igazából már csak finom hangolás. És akkor pár szót az épület anyagairól. A natur egyszerű, anyagszerű elemekre törekedtünk. Kívül a nagy tetőfelületen a régi épület tetőcserepét átválogatva kerültek vissza a meglévő cserepek. Belül a natur fa mellett a fehérre meszelt falak, illetve a zöld linoleum padló a hangsúlyosak. Sokat lehetne még beszélni az épületről, de talán ennyiből is érződik, hogy mit értettem a helyi értékek és az új terv kapcsolatáról. Köszönöm a figyelmüket. Köszönjük szépen. Ismét lehet kérdezni, vagy véleményt mondani. Bárkinek. Én mondok akkor egy pár gondolatot róla. Kérdezni azért nem fogok most, mert amikor lent jártunk Pásztón, akkor mi nagyon hosszan beszélgettünk erről a házról, és tulajdonképpen én minden apró kérdésemet föltettem, hogy milyen fűtőtestvédő elem miért abból az anyagból van, és miért van ott. És csak ezt akarom megosztani, ezt az élményt, hogy családi házakról szoktunk így beszélgetni főleg. Hogy ez egy olyan középület, aminek minden apró részletéről lehetett egy kicsit beszélgetni, meg minden apró részletéről lehetett az embernek véleménye. És én nem tagadom, hogy van egy-két olyan apró részlet, amiről például azt gondolom, hogy nem annyira jó, de hogy azt a mély átgondoltságot, meg szeretetet, meg aprólékosságot, hogy itt minden ember léptékűen lett kitalálva és megtervezve, és ilyen kis ember léptékűen ráadásul, akiknek ugye ez készült, azt én nagyon nagyra értékelem. Tehát szerintem az, hogy egy óvodát azt... Ezt a házat ezt nem számítógép tervezte. Tehát ezt a házat ezt nagyon emberek tervezték, nagyon embereknek, és szerintem ez a legnagyobb értéke.
Köszönjük. Én csak csatlakozni tudok az Andráshoz. Nekem az jutott eszembe, amikor ott jártam, hogy, hogy ilyen a népi építészet, vagy a népi építészet. Nem abban az értelemben, hogy azt a motivumkincset használjuk, mint a népi építészet, hanem hogyha bemegyünk egy ilyen házba, egy falusi házba, egy 200 éve épült, vagy 100 éve épült házba, akkor ott minden logikusan van ott, ahol van, és el tudja mondani, aki építette a házat, hogy miért oda került, és utána az ember rájön, hogy nem tudott volna jobbat csinálni. Az egész mégis egy harmonikussá áll össze, és ugyanezt éreztem ebben a házban, hogy igen, minden kérdésre logikus választ tudtunk kapni, hogy miért van ott, és miért abból az anyagból, és miért olyan kialakítással. És tényleg talán fotón ez a ház jön vissza legkevésbé. Ez amit legkevésbé lehet visszaadni, miközben rengeteg érték van benne. Még azzal kiegészíteném, hogy ez a szerény ház, ami tulajdonképpen egy ilyen hátranyúló hátsó szárnya, hogy maga az eredeti épület kiadta magát. Ez egy váratlanul nagyvonalú tornatermet rejt magában, amiben az ember belép, és egészen meglepődik, hogy ez hogy fér el ebben a házban, anélkül, hogy kiemelkedne a kubatúrájából. És az a foglalkoztató az kétszintes a maga módján, mert még egy galéria is van benne, tehát elképesztően sok minden elfért. Úgy, hogy tulajdonképpen ez a ház nem foglal el a telekből többet, mint az elődje. Szakmai zsűri felé nyújtogatják a mikrofonokat. Andor. Én jövök. Egy kommentárom, tehát Andris korábban sem a csőtól tervezte a házat, meg a párhuzam vonalzó, tehát ezek eszközök. Te leszel most az antagonistám, jó? Megbeszéltük. Gergőt, Lukácsot és Dénest most tényleg egy ilyen nagyon szoros egységként tekintve, noha a legutóbb időben nem minden munkájuk van együtt. Azt gondolom, hogy az AUV képzi, és hármújuk munkája képzi, ez egyik legörömtelibb eseményét a kortárs magyar építészetnek, hogy van olyan fiatal építészet most, ami nem pusztán korfüggvény, hanem valamiféle nagyon nehezen megfogható, nagyon szubtilis töbletet jelent mindannyiunk számára. És számomra az volt az érdekes ebben a házban, hogy miközben ráismertem egyes gesztusokra, mozdulatokra, elemekre, mint hogyha ezek a részleteknek ez a halmaza, ez mint hogyha nem árt volna össze azzal a nagyon éteri, nagyon finom és nagyon megfoghatatlanul költői egységé. Gyűlöm ezt a szót, hogy egység, mert el lehet mondani, tehát, hogy jelenség együttessé, amit az ember tényleg azt érzi, hogy úristen, mennyire szeretem a szakmámat. Olyan érzés volt, mintha nincsen meg a lehetőség arra, hogy megteremtsétek egy teljesen önálló világot, amely önálló világnak minden szegletét, részletét, ezek a kis fűrészelt, reszelt, cikcakos dolgokkal berendezitek, akkor ezek úgy csattannak egymáson. És megmondom őszintén, ez a fajta csattanás volt az, ami tisztán ilyen azt a fajta teljességélményt, vagy kielégülésélményt, amit az összes, a kollektíva, összes munkája kapcsán eddig éreztem, és nagyon-nagyon is adorálok unblock, ez megmondom őszintén nekem elmaradt. Nehezen megfogható dolog, nehezen tudom racionalizálni, de hogy azok a bádog részletek, és bocsánat, hogy így szakmázok, hál' Istennek vagyunk egy páran építészek, amelyektől kicsodul az ember szeme korábbi házatokon, annyira szépen jelenik meg, itt valahogy olyan furinnyekken, azok a bádok kürtők, amelyek önálló elemként bevezetnek valami gyönyörűségesen szép fénykürtőként belülre fényeket, azért valami furi, beszorított módon jelenik meg a vápában. Tehát, hogy felvonulnak az elemek, de külön-külön érzik minden egyes darabnak az íze, hogy beszélgettük a zsűrivel, amikor étteremben voltunk, kicsit olyan resnek tűnnek ezek a dolgok. Nem tudom ezt jobban megfogalmazni, ez egy kommentárom volt, egyébként tiszta szívből gratulálok, és további munkasikereket kívánok. Köszönjük szépen. Nem tudom, lehet erre így csuklóból válaszolni? Hát én nem, igazából nem érzem, hogy erre válaszolnom kéne, tehát ezt elfogadjuk. Szerintem teljesen. Én csak röviden, én itt érzem azt, hogy itt volt talán a legnehezebb dolga az építészeknek. Tehát így a feladat, a tájegység, a kötöttségek, a meglévőség, maga az, hogy ez egy kicsi átalakítás, és ahhoz képest, amit meg elértek, az bőven több, mint ami szokott lenni általában egy ilyen keretekből, és látszik az egyetetlen effort, amit beletettek. Az is érződik, hogy nem minden ment úgy át, tehát az épszerk az úgy rakódik rá, hogy nem is nagyon fér rá helyenként.
és egy-két helyen érzem azt, hogy ilyen pont a legizgalmasabb részeknél érzek némi ilyen kármentést, ami viszont nagyon jót tett az egésznek. Tehát ezt mondhatok, hogy ez a művezetésben ez a folyamatos korrigálás és követés, ez elérte azt, hogy itt lehet ma ez a ház, és én nagyon örülök, hogy ez ahova tart, ez egyre jobb lesz szerintem innen, és nagyon örülök, hogy végül egy ilyen pozitív összkép alakult ki róla, úgyhogy én is gratulálok. Köszönjük szépen. Igen? Én még egy gondolatot hozzátennék, vagy kettőt, hogy amikor az előadásodban említetted a finom hangolást és a döntéshozásnak ezt a gördülékenységét, és én mondjuk ezt ki szeretném emelni, hogy szerintem ezt a házat, meg ezt a bővítést, ezt csomó módon el lehetett volna szúrni. Tehát ez nem annyira egyértelmű, mint ahogy ti ezen végigmentetek, és szerintem ez egy ilyen tök jó érték ennek az épületnek, hogy megtaláltátok ezt az utat. És az Andornak is szeretnék egy kicsit válaszolni, hogy én is gondolkoztam ezen az átütő erőn és az elemek halmazán, aztán előre bocsátom, nem tudom mi a válasz, de hogy ez egy ovi. És hogy én nem tudom, hogy ezek az építészeti elemek, ezek az ovis rajz, zsírkréta rajzokkal, papírfecnikkel, kis székekkel versenyeznek-e, együtt élnek-e, vagy ott mi történik, de azt érzem, hogy nem biztos, hogy ezen át kell ütni, de lehet, hogy tévedek. Andris, te most mit akarsz mondani? Azt, hogy lehet, hogy nem volt igazad. Biztos, hogy igazam volt. Biztos, hogy igazam volt. Tehát, hogy bemennek a kis emberek, és vajon rácsodálkoznak-e a szép formákra, vagy egyből a nyisznyesszel kezdenek el foglalkozni, ez a kérdés. Szerintem amúgy nincs az a tér, amit az ovisok ne tudnának nevetségesíteni egy pillanat alatt, meg az építészeti szándék, de én itt ettől nem tartanék annyira. Szerintem tudják érteni. A muskátlik azok több kárt tettek a folyosón, ami ott volt, mint a gyerekek fognak szerintem így az összképben. Erről nem tehettek. Egy gondolatot hozzá szabad fűzni, csak az fogalmazódott meg bennünk így a tervezőtársakkal, ez már csak így, amikor már publikáltuk is a tervet, és így utána fogalmaztuk csak meg magunkban, hogy igen, ez nem lett egy, tehát az adottságai miatt se lett egy ilyen önálló tiszta gyémánt, de pont úgy éreztük, hogy egy óvodába, vagy ahol gyerekek léteznek, igenis helye van a rendetlenségnek. Ez csak ilyen érdekességként fogalmaztuk meg magunk számára, hogy az egy jó dolog egy óvodában, hogyha mondjuk nem baromi tiszta. Csak egy mondat, hogy azért rugózzom ezen a dolgom, mert... Persze, felőlem, igen. Bocsánat, micsoda? Igen. Homo ludens. A játszó ember, igen. Tehát a játszó embereknek készült óvodáról van még hozzászólás. Ez lesz egy közönségdíj. Köszönjük szépen a hozzászólást. Homo ludens, ez a lényeg. Játszó ember. Andor. Köszönjük. Azért tudózom ezen a dolgon, mert ez az apró építészet, amelynek baromira fontos lenne, hogy egyre nagyobb léptékekben találja meg a saját eszközrendszerét és működtetését. És hogy azt gondolom, hogy ezekre az apu... Nem kell, hogy igazam legyen, tényleg nem ez a lényeg, hanem az, hogy ti is érzitek, és ők is érzik, te is érzed, hogy ez egy olyasfajta ilyen küszöbváltás előtt van, amelyben tényleg egy kritikus kérdésként merül fel, hogy azok az eszközök, módszerek, attitűdök, amivel eddig házak születek, azokból hogyan lehet nagyobb házat csinálni. Mert szerintem mindannyian ennek drukkolunk. És ez tulajdonképpen ez... Most már nem ismétlem magam. Értem. Köszönjük szépen. Jöjjön a szavazás. Elmondom a pontszámokat, ismét jobbról balra. 9, 9, 10,
8, 8, 8, 7, 7. Köszönjük szépen. Köszönjük. Gergőnek, köszönjük.